December 25-én tudtam leszállni Budapesten, nem volt egyszerű hazajönni, de örültem, hogy karácsonyra itt tudtam már lenni a szeretteimmel. Próbáltam igazából mindig figyelni a magyar bajnokságot, ugye sok barátom játszik az élvonalban, mikor tudtam, akkor néztem is a mérkőzéseket. Mindenki tudja, hogy ugye Diósgyőrben játszottam, sokszor néztem Diósgyőr meccseket, de például egy Fradi Újpestet, Újpest Fradit mindig követtem. Tisztában voltam, vagyok a körülményekkel, a klubokkal, és mindig is csodáltam az újpesti alakulatot. Régi vágyam volt, hogy úgy jöjjek még haza, hogy tudjak jó teljesítményt nyújtani. Szerettem volna mindenféleképpen úgy hazajönni Magyarországra, hogy még érzek magamba erőt, és nagy terveim vannak Újpesttel. Nyilván elsősorban ebben a szezonban, hogy a csapat maradjon benne az élvonalban, és utána mindenféleképpen egyre jobb formába lendülni, mint saját magam és a csapat szempontából is, és bajnokságot nyerni. Én úgy jöttem haza Magyarországra, hogy az utolsó mérkőzésen egy kisebb sérülést szenvedtem Kínába. Utána január közepén elkaptam a koronavírust, úgyhogy nem voltam annyira szerencsés helyzetben, viszont próbáltam edzeni, felkészíteni magamat. Van lemaradásom, úgy gondolom, hogy kell egy két és fél hét, mire visszanyerem a formámat, és úgy gondolom, hogy utána jó teljesítményt tudok nyújtani.